Előkészítetlen beruházások, pénzhiány és politikai haszonszerzés. Az ellenzéki pártok szerint ezek miatt mondott le a kormány több fontos autópálya építésének előkészítéséről. Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője viszont azt mondja, bár voltak gondok az előkészítésnél, de ezek a beruházások végül nem maradnak el. Ebben a választási ciklusban az autópályák és az alsóbrendű utak közül jó néhány mégsem épül meg azok közül, amit a kormányfő országjárásán korábban megígért. A kabinet a múlt héten visszavonta az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának bővítéséről szóló határozatot. Hasonló sorsra jutott az M7-es autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti részének előkészítése is. Orbán Viktor semmi mással nincsen elfoglalva, mint hogy a pártján és a kormányán belüli bandaháborút megpróbálja valahogyan megnyerni, és éppen ezért most ezt is Lázár Jánosnak a nyakába akasztotta, ha úgy tetszik, hogy menjen el, és mondja el a megyei jogú városok vezetőinek, hogy miért nem fog megépülni. A magyar közlönyben 126 oldalon keresztül olvasható, hogy mi az, ami nem épül meg. Kecskeméten például egy fontos összekötő út építése késik. Természetesen az 52-es út, illetve a Vizsáki út négysávosítása nagyon fontos a városnak, de pénteken kiderült, hogy a Mercedes gyár újabb fejlesztéseket fog végrehajtani, ami megváltoztatta a prioritásokat, és ezért előrébb helyezte a kormány a úgynevezett Halasi út bevezető szakaszának a négysávosítását. A Veszprémmel kötött megállapodásból kikerül a 8-as és a 82-es út összekötése, valamint az új Völgyhíd építésének előkészítése. Szombathelyen a várost elkerülő gyorsforgalmi út került veszélybe. A Fidesz frakció vezetője szerint véglegesen nem törölték a beruházásokat, csak arról van szó, hogy váratlan gondok merültek fel. Olyan van, én magam is tudok beruházást, ahol például tervezési problémák merültek fel, és újra kell tervezni a beruházási programot, mert olyan körülmények merültek fel, amelyek korábban nem voltak ismertek a beruházás tervezésekor. A Jobbik szerint csak olyan fejlesztéseket támogat a kormány, amelyeknek a választásokra is hatása lehet. A Jobbik számára mindez egy felháborító és elfogadhatatlan eljárás, hiszen olyan beruházásokról van szó, amelyek ezekben a városokban élők mindennapjait könnyítették volna meg. A kormány egyik szempontja a döntésnél az volt, a Jobbik politikusa szerint, hogy minél inkább a saját oligarchák zsebében landoljon az uniós támogatás.